Szalagátvágással adták át szorgalmatos új orvosi rendelőjét. A településen élő 1063 lakos hamarosan az új épületben kaphatja meg az általános házi orvosi és gyermekorvosi ellátást is. A rendelő kialakításánál az innovációs technológiák, a megújuló energia használata és a fenntarthatóság is fontos szempont volt. Magyarországon ez az 5. olyan épület, amely ezzel a módszerrel készült. Ez az épület egy különlegesen modern épület, hiszen remélhetőleg nem fog energiát fogyasztani, vagy minimális energiafogyasztása lesz, hiszen napelemek termelik a villamosáramot az épületbe. Aktív szigetelésű falakkal vannak ellátva, ami egy új találmány. Télen fűtenek, nyáron hűtenek. El van látva hővisszanyerő szellőzővel is, ami szintén takarékossá teszi az egész épületet. Hazánkban 1956 településen volt szükség adósságkonszolidációra. Az ebből kimaradt korábban jól gazdálkodó önkormányzatok kaphattak az államtól fejlesztési forrást. Szorgalmatos az orvosi rendelő kialakítására 20 millió forintot nyert el. Szorgalmatos azok közé, a települések közé tartozik, ahol nem volt adósságkonszolidáció, ugyanis az önkormányzatnak nem volt adóssága. Az ő, hát mondjuk így kompenzálásukra, vagy vigaszdíjként a kormány egy több milliárdos programot fogalmazott, megfogadott el, azoknak a településeknek is adva közösségi forrásból, akik nem adósították el saját településüket, és hát ennek az eredményeképpen jött létre ez a valóban 21. századi energetikai értelemben, felszereltségében és 21. századi orvosi rendelő, ezzel még inkább élhetővé téve szorgalmatos települést. Az épület kialakítása közel nettó 37 millió forintba került, a külső munkák pedig bruttó 4,7 millióba. Az ünnepségen elhangzott fontos, hogy az emberek a saját településükön találják meg azt az életminőséget, amit például a házi orvosi szolgálat jelenthet számukra. Az elmúlt 5 év alatt, tehát 2010-től 361 orvosi rendelőt adtunk át az országban, de ha ezt a választókerületet nézem, ahol mintegy 100 ezer ember él, és ide tartozik ugye Nyíregyháza egy része melletti Szavasvári és Szorgalmatos is, akkor itt a 8. orvosi rendelőt adjuk át az elmúlt 3 évben. Azért fontos ez, mert a házi orvos az egy megbecsült tagja a helyi társadalomnak, azért is erősítettük meg ezt a rendszert, mert szeretnénk, hogyha az emberek itt helyben gyógyulnának meg, ismerve a magyar társadalom egészségügyi állapotát. Ha pedig ez nem lehetséges, akkor a házi orvos nagy szakmai tapasztalattal járóbeteg szakrendelésre, vagy éppen kórházi kezelésre, vizsgálatokra küldi az embereket. Az egészségügyi intézkedésekkel kapcsolatban Vinnai Győző hozzátette, éppen a napokban döntött úgy a kormány, hogy a költségvetés tartalékából mintegy 60 milliárd forintot fordít a kórházak adósságrendezésére, így a megyében található kórházak szállítói tartozásai is megszűnhetnek.